Június 15-én az utcazenészek versenye mellett az egri belváros ismét megnyitja tereit a képzőművészetek előtt, a vinó kóstoló ünnepen pedig a bor és a zene találkozásának lehetünk tanúi. Erről beszélgetünk a folytatásban, vendégünk Teleki Klári művészetpártoló, illetve dr. Lőrinc György, az Egri Borút Egyesület elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét! Köszönjük, hogy itt vagytok. Hát a kezdetek óta hogyan alakult a rendezvénynek az eredményessége? Hát ugye én már harmadik alkalom, hogy ez a nagy hármas együtt van, és mi voltunk ugye a kis testvérek, Ábri Zoli befogadott minket, és ugye jött a pandémia, egy úgymond kényszerhelyzetben volt az egész fesztivál rendszer, és akkor találtuk ki, hogy ez így hárman együtt ez tudna működni, és akkor ez minden évben most már egyre nagyobb, és egyre stabilabb, egyre biztonságosabb ez az egész összhang, ami kialakult a zene, a képzőművészet és a bornak a találkozása. Amúgy is mindhárom ágazat szerintem művészet, a bor is, és itt Egerben különösen, úgyhogy én nagyon eredményesnek látom, sőt most már bennem van egyfajta pozitív félelem, hogy ha ez minden évben ilyen arányba fog növekedni, ugye több pincészet, több zenész, több képzőművész, akkor valahogy a Eger belvárosát meg kell növesztenünk, mert lassan már nem fogunk elférni. Milyen újdonságokra lehet egyébként idén számítani? Hát újdonság, hogy több borászat lesz, ugye? Igen, mint... Nem marad bajt, a világcsúcsot fogunk tenni, tehát ez közel 28 borászat lesz. Ez most fantasztikus eredmény, tehát hogy egyre nagyobb az érdeklődés, én úgy láttam a zenészek között is, a borászok, és a képzőművészetben is, most már 30 képzőművészeti standot tudunk létrehozni, ebből egy egri művészeti iskola, az ANB, és még plusz vendégünk lesz egy grafológus is, több grafikus lesz, több festő, több szobrász, és egy ilyen nagyon felévelő sokszínűség várható, sokrétűek leszünk, mindenféle stílusirányzat megjelenik, és úgy gondolom, hogy ez még színesebbé fogja tenni az egész programot, hogy még több művész megmutatkozik. Amíg annyit elmondanék, hogy a pályakezdő művészektől a professzionálisig mindenki jelen lesz. Ez annyiból is jó, hogy itt egy kicsit a belső körökben a művészeket is tudom úgy inspirálni, hogy a pályakezdő tud konzultálni a mesterrel, és hasonló kis beszélgetések, tehát a művészek is nagyon várják. De egyébként a Képzőművészeti utca fesztiválra ezek az előbb említett művészek, ők regisztrálnak, vagy pedig meghívás alapján mennek ki? Hát úgy volt, hogy akik tavaly voltak, ők már nekem februárban szóltak, hogy ők mindenképp, és ugye szájról szájra terjed az országba, ami teljes meglepődés volt számomra, hogy 13 városból jelentkeztek, Veszprémtől Debrecenig nem is tudom felsorolni, tehát megy a művészek között is a híre, hogy ez milyen jó, mennyire egyedi, ugye vannak különböző attrakcióink, minden napra van valami, amit terveztünk. Az első nap például, ami eddig nem volt, egy térbeli installációt fogunk fölemelni, az a címe, hogy az üzenetek fája. Na most ugye köztudott, hogy kevés fa van a belvárosban, és a Szűcs Rita képzőművésszel azt gondoltuk ki, hogy akkor csináljunk egy fát közösen. Na de hát hogyan? Hát ugye meg kellett egy szerkezetet alkotni, és majd a kedves közönség lesz az, aki különböző leveleket vágtunk ki, amire lehet üzeneteket írni, mindenféle színű levél, és ahogy jönnek az üzenetek, mindig föltesszük a fára, és a fesztivál végére reméljük, hogy belombosodik ez a fa. Ez közvetlen ott lesz a kis dobótér és a dobótér találkozásánál. Ez, hogy most ez a koncepció, meg egyáltalán, hogy a harmadik ilyen fesztiválnak a tematikáját, ezt
Ez kitalálja ki, hogy éppen mi legyen a téma? Hát én, de azért van egy nagy csapat mögöttem. Jó, szóval te. Igen, tehát így feldobom az ötletet, és akkor jaj, tényleg, de jó, és akkor elkezdünk közösen rajta ötletelni, és akkor mindenki hozzátesz valamit. Tehát főleg ugye az EGRI képzőművészek, akik az én köreimben tevékenykednek, ők nagy segítőim és ötletadóim, de hát valahogy nekem születnek meg az agyamba ilyen gondolatok. És akkor ugye a második nap lesz egy grafikai párbaj, ami szintén 4 grafikus fog benne részt venni egy adott témára. Most nem árulhatom el, hogy mi, mert aznap fogják megtudni. Annyit mondok, hogy egy József Attila vers lesz, amit nekik majd rajzolgatni kell. A harmadik nap a gyermekeknek lesz egy szabadtéri tárlat, és a negyedik nap szombaton ugye jön a fő attrakciónk, ami a látványfestés. Itt is már egyel több festőpáros lesz. Ez is eléggé egyedülálló országos szinten is, hogy 2 különböző stílusban festőművészt össze mertem rakni, és megmondtam nekik, hogy milyen témák, és akkor tessék, fessetek. És akkor majd valami születik, és tényleg születik, mert ott van, hogy kortyolgatják a borokat az emberek, közben szól a zene a színpadon, a festők meg beindulnak, és születnek a képek. És közben nagyon jó borokat lehet kóstolni, kicsit igen, errefelé kalandoznék. Ugye az EGRI Csillag Weekend a fehér borokat népszerűsíti, a bikavér ünnep, ugye a névadó bikavéreket. Na de a vinó ünnepen mit lehet kóstolni, mivel lehet találkozni elsősorban? Mi nagyon készülünk a nyári borokkal, tehát a könnyű, fehér, könnyű rozé borok lesznek fókuszban. Ugyanakkor nyilvánvalóan azért az utóbbi hetek vagy a hónapok világdíjnyertes borait is meg lehet majd kóstolni. Ez külön alájön mindenkinek a figyelmében. Úgy gondolom, hogy ez a nagyon értékes borvidék tényleg a sok műfajában olyan egyedülállót tud adni. De persze az, hogy így folyamatosan 4-5 napig kóstolgassunk, azért ez a könnyedség egy fókuszban lesz. Tehát gyakorlatilag még a pezsgők is és a habzóitalok is bejönnek a képbe, hiszen tudjuk, hogy van jó néhány termel, aki ezzel foglalkozik. Szerintem rendkívül összetett és izgalmas borszortiment lesz, tekintettel arra, hogy 28 borászatnak legalább 5-6 bor ott lesz, azért az a pár nap tényleg kell, hogy végig tudjuk kóstolni, aki nagyon nyitott erre az élményre. És a fiatalokat is meg lehet egyébként szólítani egy-egy ilyen rendezvényen? Főleg így felhívni a figyelmet, a kultúrát, borfogyasztásra? Nyilván szeretném megszólítani, most rám kell nézni. Én mondjuk sajnos már nem vagyok fiatal, de hát vannak, akik ugye ezeket az üzeneteket megfelelő csatornákon igyekeznek eljutatni, hogy ez egy nagyon szép élmény. Nagyon jól együtt lehet társalogni és együtt tölteni az időt, és valóban olyan baráti hangulatban, és a bor az nyilván sok-sok szép pillanatot tud adni. Ez a 2 bor, ami most itt van velünk, elhoztatok magatokkal, róluk mit kell tudni? Hát azon túl, hogy ámulatba ejtőek, EGRI borokról beszélünk. Elképzeljük. Friss 2021-es évjáratú borokról beszélünk. Nyilván az EGRI csillag az itt is megkerülhetetlen lesz, hiszen a klasszikus kategória tényleg gyümölcs és friss fókuszú szép bor, ugyanakkor az EGRI rozék pedig egész Magyarországon az első között vannak, tehát ezeket is bátran meg lehet kóstolni, és egy-egy ilyen képviselője van most itt az asztalon. És mennyire színes egyébként az EGRI rozé kínálat így a nyárra? Én úgy gondolom, hogy nagyon színes, hiszen világdíjas rozék is kint lesznek, gondoljunk itt a Soltész birtokra, vagy országos díjas, mint a Juhász testvérek, és sorolhatnánk a többi birtokot is. Nyilván mindegyikben van azon túl, hogy korszakosan, modernen gondolkodnak egy egyedi filozófia is, hiszen többen készítenek nem csak ezt a nagyon buborékos vagy könnyed dolgot, hanem egy kicsit elgondolkodható, szofisztikát, rédegzett rozébort is. Tehát ezt is jó lehet például egy nap rászállni, hogy csak rozéket kóstolunk, és akkor látjuk, hogy milyen rétegei vannak ennek a műfajnak. Klária Fesztiválon maga a bor mennyire ihleti meg a képzőművészeket? Mik a tapasztalatok? Mert hát én azért emlékszem nagyon ilyen jellegű festményekre. Igen, tehát mindenki legelsőnek, mikor így beszélgetünk a témákról, a bor. És akkor boros pohártól kezdve
tavaly született ugye a borarcú kompozíció Rostás Beáéknak, tehát valaki, hogy mindig becsempészik oda, vagy azt a kis boros poharat, vagy egy bort, vagy egyáltalán a bornak a hatását, ugye egy kicsit azért extázisba hoz egy bor minden embert, és ugyanígy a festőt is. Tehát ott maga a térnek a hangulata, most ugye az új festők mondják, hogy jaj, hogy fogok majd én? Hát mondom, ne aggódjál, oda fogsz állni, és fog jönni az inspiráció, mert maga ez az egész közeg, amiben leszünk, ez már adja nekik az erőt és az ötletet. És amit még szeretnék elmondani, hogy mi is fogunk tisztelegni a Gárdonyi 100 városi rendezvény sorozat előtt, fog születni egy nagyon nívós gárdonyi festmény, amiről megint nem szeretnék többet mondani, mert egy regény részletéből lesz, és Gasztonyi Kálmán vállalkozott rá, hogy ő ezt olajjal megfesti, és lesz egy kis plasztika is, és mindezt majd a gála műsoronkon, a színpadon fogjuk leleplezni ezt a két alkotást. Egyébként még a fesztivál alatt is születhetnek gárdonyi témájú képek vagy munkák, azt pedig majd vasárnap fogjuk kiállítani az utca tárlatunkon. És ami még szerintem nagyon fontos így mindhármunk szemszögéből, hogy például nekem is jelezték, hogy Szlovákiából, Csehországból is művészeti körökbe eljutott a hírünk, hogy fognak jönni, hogy már le van foglalva a szállás, és fognak jönni, és meg fogják nézni. Ugye Zolinak nagy álma, hogy nemzetközivé fejlődjünk, ugyanígy akár a borászat körében is külföldi borászok is majd egy-két év múlva megjelenhetnek a fesztiválon. Úgyhogy ez tényleg nagyon nemzetközi gyanús kezdet. És ha már a nemzetköziséget említetted, borturizmus szempontjából mennyire jelentős ez a rendezvény, mennyire ad esélyt Egernek egyfajta marketingre, plusz marketingre? Nagyon nagy esélyt ad, nyilvánvalóan mondjuk egy normálisabb vagy megszokott lelkélet esetében ez nem nagyon kérdés. Talán most úgy gondoljuk sajnos, hogy Lengyelország az kevésbé érdeklődik, ugyanakkor a Szlovákia, Csehország, tehát itt azért fokozódott a látogatottság felénk is, ahogy a birtokot nézem. Nyilvánvalóan az a célunk, hogy minél több külföldi turista is eljöjjön, tehát ennek a szép nívós rendezvénynek a híre határon túl is szálljon, és akkor a jövőt tudjuk ezáltal építeni. Remélem idén is ezért lesznek sokan külföldről. Hát reméljük, hogy sok látogató lesz, és hát jó mulatást kívánunk a fesztiválra, és kitartást a szervezéshez. Mi is mindenképpen kilátogatunk majd. Köszönjük, hogy itt voltak. Köszönjük, hogy itt voltak. Köszönjük szépen. Köszönjük.